Hát üdvözlök mindenkit Ratchet & Clank végigjátszásának 20 fogalmam sincs a hányadik fejezetében. Na most a helyzet az, hogy ugye itt hagytam abba a legutóbb, hogy összeszedtem nagy nehezen végre a robot átalakítót, illetve a robottá álcázó cuccot, úgyhogy most fogom magamat és megcsinálom itt a bolygónak a maradékát, amit ugye ki kellett hagynom sajnálatos módon, mivel hogy ez még ugye nem volt meg. Na most a Quartum gyakorlatilag több küldetésem nem lesz, úgyhogy ez relatíve gyorsan meg fog történni szerintem, és igazából tényleg nem vagyok már messze a végétől, de ezt sajnos muszáj megcsinálnom. Na, most a helyzet a következő, hogy igazából arra mindenhol voltam már, egyetlen egy helyszínt kivéve. Először persze az egy kis doboz csalapálás, az sosem már. Na most a következő helyszín az viszont nem lesz annyira egyszerű, kicsikét gondolkodósabb lesz, mint az előzőek. De gyorsan be is készítem magamnak itt a gyors választóba. Úgyni, Hologeist, erről van szó. Na, tehát ugye így tudok robottá változni. Gyakorlatilag egy gombnyomásra tudom oda-vissza változtatni a történetet, és az egyetlen egy dolognak, egyetlen egy lényege van neki, hogy a robotok sosem lássanak meg, ugyanis amennyiben meglátnak, akkor rögtön riadóztatnak és még többet hívnak, ami marhára nem egészséges. A robotokkal még nem is lenne különösebb probléma, ja, és mindjárt megmutatom nektek, hogy így kell beköszönni, hogy nyissák már ki azt a szerencsétlen ajtót. Ennyi, és már nyitva van, és akkor lehet szemétkedni velük. Kettő módja van a szemétkedésnek, az egyik az, hogy visszaalakulunk Ratchetté. A másikat azt pedig majd megmutatom kicsikét később, az egy pöttyet más helyzet, ugyanis hogyha fölhúzunk magunkra. Ja, nem. Hogy a francba lehet ezt kinyitni? Várjunk csak. Azt nem tudom. Ja, az a riasztó lesz, hülye vagyok. Jó van, bocsánat, ne, az nem kapcsoló, az a riasztó. Na, tehát a lényeg az, hogy a robottá válásnak is vannak hátrányai egyébként, ugyanis nem lehet fegyvereket használni, illetve hát ugye nem lehet ugrálni többek között. Most nem tudom, minek indegettem neki igazából, mert teljesen mindegy. Viszont emellett igazából egy kis trükkel mégiscsak lehet némi előnyre szert tenni, ugyanis hiába választunk fegyvert, nem fog működni a történet. Viszont, amennyiben úgy választjátok ki például a drónokat, ugye ezek a kis lebegő izék, ugye Ratchet körül, tehát úgy választjátok ki a drónokat, hogy nem a gyors menüből, hanem a fegyverválasztó menüből, ugye megállítás alatt, akkor viszont akár robot alakban is köré fogja tenni őket, és mivel hogy ugye robottá változtunk, ezért fogalma sincsen egyiknek sem, hogy mégis mi történik vele. Na most egyenlőre én ezt még nem szeretném ellőni. Legalábbis addig, amíg így egy-egy darab van, csak is nem kell túl sokat gondolkodni a kicsinálásokon, de majd nem sokára meg fogom mutatni nektek élesben is, hogy mire gondoltam. Na, most pedig akkor nekem hova a pékbe kéne mennem? Nem? Aha. Jó van, akkor igazából érdemes kizárólag robot alakban bemenni bármelyik helyre. Na, ott már kezdődnek a problémák. Na, tehát mint láttátok, igazából drone device nem tudom kiválasztani innen. Viszont ugye, ahogy visszaalakulok, akkor meg már rögtön jön. Úgyhogy ez is egy megoldás, amennyiben éppen nem vagytok túlzottan elfoglalva azzal, hogy ne lássanak meg titeket. Na, nekem viszont valamilyen úton, módon oda kéne jutnom, méghozzá úgy, hogy ne vegyenek észre, ami nem lesz egy túlságosan egyszerű történet. Na most mi a fenét csináljak ilyenkor? Hát basszus, próbálom bekészíteni. Ah, és észrevett, túl lassú voltam. Ó, na, mindegy, ilyenkor már semmi értelme nincsen, mert lőnek, mint a parom. Hoppá, 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 jaj. Na, azért csak benyeltem egyet-kettőt. Na, tehát lényeg az, hogy riadóztatnak, akkor elkezdenek lőni mindennel, mint a fizetnének érte. Jó, lehet, hogy fizetnek érte igazából, nem tudom. Na, akkor furcsunk neki még egyszer. Igen, azon gondolkodtam, hogy Clank ilyenkor hova tűnik? Ez szerintem egy igencsak fogós kérdés, vagy nem tudom. Na. És nem tudom oda átdobni ilyen távolságból, basszus. Ó, és észrevett, francba. Minél messzebb megyek, annál jobb igazából, mert közben lőnek rám, mint a melléket ábra is mutatja. Lehet, hogy ez lesz itt a remek megoldás. Vagy pedig,
Inkább ez legalább nem kell megmutatnom magamat. Na, csak innentől kezdve aztán gondolkodhatok, hogy pontosan célozzak. A francba, hát ez nem volt annyira pontos. Na akkor próbáljuk meg innen. Talán. Gyerünk, hát ez megint csak mellé ment. Hát igen, tehát azért annyira nem egyszerű ezzel sem célozgatni. Ó, basszus, hogy már megint beviasztottak. Na, jó van, innen nem látnak. De innen meg meglőttem a falat. Hát ez remek. Jó, a srácokat előfordul. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Esküszöm, hogy ezt már nem hiszem el. Na végre az ideje volt. Riadóztatgassál nyugodtan, haver. Oké, fölsőt is leszettem. Meg akkor van még egy középtájon valahol. És nincsen. Na, vajon? Hát úgy látom, hogy mindenki sikerült kibucolnom a krezi pozitív, és senki nem tudott riadóztatni. Na, de ez is egy megoldás igazából, majd mindjárt meglátjátok, hogy a drónokkal mit lehet kezdeni. Bemutatom a drónok harcát. Ki nézi egyébként a sorozatot, mármint a drónok harcát? Vagy kiolvasta a könyvet, inkább úgy kérdezem, mert tudom, vannak ezek a nagyon kockák, akik ez a könyv jobb volt, de basszus kulcs, tehát így... szerintem ez pont egy olyan sorozat, hogyha valaki nézi, akkor tudja, hogy egy-két eseményt ugyan megváltoztattak benne, de baromira jól sikerült, tehát marha jól sikerült ábrázolni az egészet úgy, ahogy van. Na... Oké, és ezt megúsztam. Hát igen, azért ilyen poénokat elrejt a játék benne. Na, és akkor most legyek genyú? Leszek genyú. Na, menjetek, barátaim. Ja, hát basszus, itt van egy fal. Ezzel nem fognak átjutni. Na, most már igen. Gyerünk. És azt sem tudják, hogy mi az Isten történt velük, remek. Jó, akkor lassacskán maximum vagyok. Most esett le igazából, hogy én nem vettem még meg magamnak a életet, vagy mi a fene az. De lehet, hogy nem is fogom egyébként. Az igazság az, hogy eddig is ott élettel egészen jól sikerült boldogulnom, úgyhogy lehetséges, hogy nem fogok még bevásárolni. A második részben úgy emlékszem, hogy egyszerűbben volt ez megoldva, és a végén iszonyatos mennyiségű életet sikerült összeszedni. Na, ezt hogy a végbe oldom meg? Remek kérdés. Az a fő bajom, hogyha idő előtt fölfedem magam, akkor bizony eléggé csúnyán beriasztanak és elkezdenek lőni, mint az a kör. A fenébe. Jajaj. Basszus. Hát ezt csak benyeltem azért. Jó van, akkor erre nagyon kell figyelnem, hogy ott is van. Hát akkor viszont valami egyéb taktikát kell gyorsan választanom magamnak. Csak most merül fel a remek kérdés, hogy mit? Bizony, ez egy baromi jó kérdés szerintem. Na. Most akkor meg felváltva jönnek, mert akkor meg megint csak nem vagyok beljebb. Aj, bakke. Na. A Devastator. Lehet, hogy azt kéne bevetnem igazából, amikor elkezdenek háttal menni, vagy amikor jönnek kifelé. Inkább amikor jönnek kifelé. Na, gyertek csak! Nyílj ki! Na, egyet utőleg a szálltam, a másikban nem vagyok biztos. Jó, eddig jó vagyok, hogy kés riadóztatás megszűnt, akkor ezt még egyszer szerintem. Vissza robotilag. Hát igen, az a gond egyébként ezzel a pályával így nem lehet pörgősen megcsinálni, vagy legalábbis roppan nehéz. Egy párszor már próbáltam, de az utolsó pályákon már tényleg sokkal többet kell agyalni, mint amennyit szeretnék. Úgyhogy sajnálatos módon ezt nem tudom másképpen megoldani. Na. Így viszont remek lesz, mert nem engedem oda őket. Hoppá, szia! Na, hát akkor lehet így is. Basszuskus, de komolyan mondom, tehát így ezen agyaltam, hát ezeket így szög egyszerű volt kicsinálni. Mindegy, azért benézek, hogy mi van ott. Ó!
Robotépítő, izé? Remélem, hogy nem vagytok még többen, mert marha idegesítőek vagytok, de halál komolyan. Na jó, slitty, slatty. Imádom egyébként, annyira baromi jól megcsinálták a környezetet az egész játékban, tehát tényleg így figyeltek arra, hogy jól is nézzen ki, meg tényleg értelme is legyen neki. Úgyhogy én egy bazi nagy piros ponttal szeretném honorálni a készítőket. Mert hogy ezt nagyon-nagyon eltalálták, annyira eltalálták, hogy gyakorlatilag így az egésznek a kinézete koncepciója alig változott így az összes rész alatt. Tehát ugye, ami nem tört el, azt mindenki megjavítani alapon, ők úgy látszik, hogy belátták, hogy gyönyörűen működik az egész koncepció úgy, ahogy van, úgyhogy fölösleges rajta változtatni. A másik pedig az, hogy annyira nagyon jó és változatos világot sikerült összehozniuk nekik. Ezt öröm nézni. Na, erről beszéltem, hogy a drónok azok csak úgy... Na, mit kötekedsz velem? Na, tehát a lényeg az, hogy a drónok azok akkor is támadnak, amikor robot alakban vagyok, és egy darabig nem nagyon kapcsolnak, hogy mégis mi történt, ami igencsak pozitív. Na. Most akkor megint időzíthetek egy egészségeset. Úgyni, fordulj meg szépen, erről van szó. Jó, próbálom nem elsietni a dolgot. Ugyanis, mint látható, muszáj lesz. Eddigé gyorsan cselekednem, miután majd ugye végeztem. De hát azért ugye, mint tudjátok, skót vagyok, úgyhogy eszem legkisebb ágában sincsen itt hagyni semmit az égvilágon, pláne nem dobozokat. Na, forduljatok csak, meg hátra arc. Úgy, ne? Na, csak összejött. Gyerünk! Hát, ezt nem teszitek ki az ablakba, gyerekek. Hát, és még neki sem volt ideje riadóztatni, úgyhogy ezt most nagyon jól sikerült összehoznom. Na, addig várom, hogy átfussak a túloldalra. Erről van szó. Húzd bele. Húzd bele? Oké. Jó, nyugi van. Na, úgy emlékszem, hogy itt lesz egy olyan rész, amit nem tudok sohasem megcsinálni sérülés nélkül, de hát majd ki fog derülni hamarosan. Aha. Gyerünk, nyíljál ki. Ó, igen. Na, ez se egy egyszerű történet, de... Hát ugye, azért játszom ezzel a játékkal, hogy meg is csináljam, úgyhogy nem fogom magamat ilyen apróságokon izgatni. Na, csak valamelyik induljon el valamerre. Oké. A viszontlátásra. Oké, és... Na akkor... Hú, ezt annyira teli betrafáltam, pedig aztán nem nagyon céloztam. Ó, még mindig riadóztatva van. Igen, még mindig riadóztatva van. Na végre, most már nem. Hát, valószínűleg tartom egyébként, hogy sikerült kicsinálnom, de hát ez mindjárt ki fog derülni. Ó, és nem, a francba. Na barátoskám, ezt most elcseszted. Ott is. Jó, van egyre inkább van egy olyan érzésem, hogy ezek csak arra jók, hogy én összeszedjek mindenféle cuccokat, másra igazából. Ó, de szép! Nagyon szép, köszönöm szépen. Mindig is ilyenre vágytam. Annyira szép. Hú, srácok. Helyzet az, hogy egyre nehezedik a cucc így a vége felé, azt hozzá kell tennem, viszont baromira élvezem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem egyébként ez a játék, ez... Páran mondtatok, hogy gyerekkori kedvenc, hát én nekem annyira nem gyerekkori kedvenc, tehát én azért kicsit később találkoztam vele, tehát valamikor 2008 körül találkoztam talán a játékkal először. Tehát valahogy így, úgyhogy ifjú felnőttként sikerült életemben először végigcsinálom a Ratchet & Clank sorozatot. Na, és ez meg miért nem nyílik ki? Hát itt valami más lesz, pedig arra fele kell mennem, más lehetőség nem. Ó! Akkor viszont... Egy lazas egges ugrok, aztán akkor teljesen jó lesz.
Tudom, hogy ezt miért mindig nekifutásból próbálom megcsinálni, amikor semmi értelme nincsen. Na mindegy. Hú, nem tudom, ki emlékszik még az énekórai ilyen mindenféle hanggyakorlatokra, vagy skálázásokra, meg egyebekre, tehát így... Ki az, aki szerint iszonyatosan hülyeségeket találtak ki? Én ezt merem állítani egyébként, hogy baromi hasznosak. Nyíljál már ki! Hello, haver! Nyissad ki! Na azért. Tehát én nem állítom, hogy nem baromi hasznosak, de bármiféle értelmes dolgot is kitalálhattak volna mindenféle ilyen mandarinok, meg szalmaszálak, meg egyéb hülyeségek helyett. Hú, de rossz volt, ha mindegy. Na, gyakorlatilag még egyetlen egy dolgom van. Ide bejönni. That should do it. Mom? Oh, brother. I tried, Mom. I know. Hey, look! A sister! My fellow Blog, our synthetic world is now fully functional and ready for habitation. However, there is one small obstacle in our way. This pathetic lump of a planet. Due to some blunder of fate, it happens to occupy the galaxy's most perfect orbit. But no more. Behold, the Deplanetizer, the most powerful laser ever created. Soon, we'll move the Deplanetizer into place just above the planet's surface. I will, of course, be on hand to press the button that will blow this mud ball to smithereens. No one will even miss it. See you then! Ratchet, are you all right? He is going to pay! Excuse me? It shouldn't have taken me this long to see it! Drek is going to find out what happens when you mess with my home! What are you smiling at? This is the Ratchet I always knew was there. Okay, if we're gonna do this, we need to get onto Drek's ship. And then we can find out where he set up that laser. I will try to make you proud, Mom. Na, annyira szép dolog egyébként, amikor van egy ilyen kis családi találkozó. És most már tudom, hogy Dreknek hol van a flottája, úgyhogy sokkal több fal van, mint aminek kéne lennie, na mindegy, akkor kizárásos alapon a másik irányba megyek. Na, tehát most már igazából Dreknek a flottáját is tudom, hogy hol van, úgyhogy igazából gyakorlatilag majd, hogy nem csak őt kell legyőznöm. Ami egyébként így elmondva egészen könnyűnek hangzik, de amúgy pedig mocskosul szemét egy boss. Nem azt mondom, hogy nehéz, csak szemét meg ki kell tapasztalni, úgyhogy én előre mondom nektek, hogy párszor meg fogok murdálni. De hát mindegy, jó kis móka lesz ez itt a végén egyébként. Egyik kedvenc bosszom egyébként, őszinte megmondom az egész sorozatban. Legalábbis szerintem nagyon jól eltalálták. Most viszont én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok velem. Következő epizódig mindenképpen írjátok meg, hogy hogy tetszett eddig a sorozat, mint tetszett eddig, és szeretnétek-e majd a második részt. Addig is remélem, hogy élveztétek a sorozatot. Következő alkalomig pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!